pecsét és aláírás került arra a szerződésre, mely a Paksi Városháza energetikai korszerűsítését tartalmazza. Több évtizedes adósságát törleszti most ezzel a beruházással a város. 209 milliós topos pályázatból és közel 75 millió forintos önerőből valósulhat meg a felújítás. A beruházás értéke 284 millió forint, és a nyertes ajánlattevő pedig a T-Build építőipari és kereskedelmi Kft. A kivitelezés alatt megvalósul a tető teljes víz és hőszigetelése. A meglévő napkollektorok mellé plusz 8 kW napelem kerül még a tetőre. A homlokzat is megújul a nyílászárók teljes cseréjével. Ez tartalmazza műanyag nyílászárókat, egy alumínium függönyfal lent a házasságkötőteremnél, a garázskapuk, Hörmann garázskapuk lesznek, és ez mind az összes nyílászáró antracit színű lesz. A homlokzat kap 15 centi ásványgyapotos hőszigetelést és egy nemes vakolat bevonatot. Az épület körül térburkolatból új járda is kialakításra kerül. Felújítás alatt az ügyfélfogadás zavartalan lesz, mondta a polgármester. A kivitelezők várják a jó időt, mert szeretnék megkezdeni minél előbb a munkálatokat, hogy a nyár végi, augusztus 31-i határidőre elkészüljenek.